Üdvözlöm a televízió nézőket! A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel telefonon kapcsoljuk Bodonné Gyöngy Erikát, Tiszaörs polgármesterét. Üdvözlöm, polgármester asszony, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Szép jó napot kívánok, én is üdvözlöm Önt is, a Gazdag televízió nézőit és a rádió hallgatóit egyaránt. Ahogyan említettem, a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel Magyarország kormánya több ponton számos intézkedést vezetett be. Hogyan fogadták a tiszaőrsiek ezeket az intézkedéseket? Hát én megmondom őszintén, én magam is azt hittem, hogy ez a járvány el fogja kerülni nem csak Tiszaörsöt, hanem az egész országot is, de sajnos ez nem így történt. Azt tudom elmondani, hogy a lakosság fegyelmezetten fogadta a dolgokat. A kezdeti hirtelen félelem, én azt láttam, a vírustól való félelem megjelent a lakosságnál, ami abban nyilvánult meg, hogy betartották az előírásokat, a törvényi szabályozásokat, és tulajdonképpen otthon maradtak. Otthon maradtak az időseink, nagyon sokan a munkahelyről is, a gyerekek ugye otthon vannak, és otthon vannak a szülők, segítik őket a tanulásban, az oktatásban. Tehát alapjában véve kiegyensúlyozott most már a helyzet, a kezdeti riadalom alább hagyott, és hát folyik az élet Tiszaörsön. Hogyan valósul meg Önöknél a digitális oktatás? A jogszabálynak megfelelően Tiszaörsön is bevezetésre került ez az oktatási forma, ez egy újdonság volt mind a pedagógusoknak, mind a szülőknek, gyerekeknek egyaránt. A mai gyerekek már ezt a digitális oktatást nagyon hamar elsajátítják. A szülőknek szerintem ez nagyobb gondot okozott. Volt néhány példa, főleg felsőbb tagozatos gyerekek szülei mondták el, hogy nem olyan egyszerű, hisz a gyerek mellé le kell jobban otthon ülni. De például olyan mondatot is mondtak nekem, hogy hát nem irigylik a pedagógusokat, tehát hogy nem könnyű a gyerekeket megtanítani az új ismeretekre. Hát így meg még nehezebb. A pedagógusok toppon vannak, végzik a feladatokat, adják a feladatlapokat, igény esetén akár személyes ismeret átadásra is sor kerülhet megfelelő kérelem esetén, vagy igény esetén. A közétkeztetés hogyan valósul meg? Nálunk van saját konyhája az önkormányzatnak, az étkezés, mind a gyermekétkezés, intézményi étkezés, mind az idősek ellátása innen történik. A szociális intézményünk épülete mellett található ez a konyha, ahol készítjük az ebédet, minden rászorult idősebb korosztályt, illetve leszázalékolt sérült embert megkerestünk levélben. Elérhetőségeket adtunk, felajánlottuk szolgáltatásainkat, ez nekünk elég jól működő szociális intézményünk van, tehát a kapcsolat eddig is megvolt az intézmény dolgozói és a lakosság, idős lakosság között. Hát ez valamennyivel bővült, többen kérték a bevásárlást, a gyógyszerek kiváltását, és természetesen az étkezést is. Az étkezés a konyháról történik, váltó ételhordóba, amelyet minden nap fertőtlenítenek ott a dolgozók. A kiholdásába pedig a szoc dolgozók mellett többen részt vesznek. A gyermekétkeztetésnél például az óvodai kisegítő személyzet is részt vállal, valamint például jó magam is szoktam ebédet hordani, amikor úgy adódik, akkor házhoz szállítjuk a gyerekeknek és időseknek is. Ebben a nehéz helyzetben hogyan tart össze a közösségük? Miben tudnak egymásnak segíteni? Én azt látom, hogy az emberek segítik egymást. Például említettem, hogy én is van, hogy ebédet hordok, és látom azt, amikor az utcába a középkorú hölgy viszi a kis edényt át az idős néninek. Ezt nagyon jó látni. Ezen kívül azt is látom, hogy a családok
összetartanak, segítik az idős hozzátartozót, nem engedik a boltba, elmennek helyette bevásárolni. Tehát az összefogás az megnyilvánult, illetve többen olyanok is vannak, akik felajánlották a segítségüket, úgy ebédhordásnál, bevásárlásnál, önkéntes munkát vállalva a településen. Ebben a veszélyhelyzetben milyen az együttműködés a térség országgyűlési képviselőjével, F. Kovács Sándorral, és a megyei közgyűlés elnökével, Hubay Imrével? A megyei közgyűlés elnöke több alkalommal kért tőlünk mindenféle tájékoztató adatot, ezt rendre pontosan elkészítjük és továbbítjuk számára. Az országgyűlési képviselőnket bármikor elérhetem. Erre volt is példa, őtől például kesztyűt is kaptunk, mert a kezdeti időszakokban volt olyan, amikor nem tudtuk pontosan beszerezni a megfelelő méretű kesztyűt, mert ugye hiába van SS méretű kesztyű, hogyha a dolgozóknak legalább elles kell, és az ő segítségével például kesztyűt is kaptunk, de folyamatosan e-mailen is és telefonon is segítik a települést. Tiszaörsnek van egy strandja, adódik a kérdés, hogy hogyan készülnek, milyen módon a szezonra, mik az elképzelések? Hát az én elképzelésem az volt, hogy április végén lemegy a járvány, és akkor májusban tudunk nyitni, ami persze nem így van. Most egyelőre a fürdő zárva tart, ez nagyon rossz nekünk. Viszont a fürdőben lévő telektulajdonosok nagyon sokan leutaztak, főleg a nyugdíjas korosztály, és itt vannak kint a külterület nekünk a fürdőbe, az üdülőjükbe, nyilván fürdeni nem tudnak. Mi, hát majd attól függ, hogy mikorra vonul le ez a vírus. Utána megpróbáljuk természetesen azt, ami eddig is ment a fürdőbe. A mi fürdőnk nem egy hangos helyszín, hanem oda általában ilyen megnyugtató, csendes, kicsit retrós fürdőnk van, és megpróbáljuk továbbra is a közönséget, üdülni vágyókat ide csábítani. Hogy ez hogyan fog sikerülni, ez attól függ, hogy meddig tart ez a járvány. Én úgy gondolom, hogy az emberek egy kicsit majd óvatosabbak lesznek. Tehát például a mi településünkön egy ilyen nagyobb rendezvény van, az augusztusi veterán találkozó, amit jelenleg elkezdtük ugye a szervezést már január-februárban, és most jelenleg lesz kornóztunk, mert nem tudjuk, hogy mi lesz, és félek attól, hogy az emberek lehet, hogy majd egy kicsit visszafogottabbak lesznek az üdülést, a kirándulást illetően, tehát nagy tömegek majd nem fognak megjelenni. De mindent megteszünk azért, hogy ez ne így legyen. Polgármester asszony, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek koronamentes szép tavaszi napokat kívánok. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, maradjanak otthon. Viszontlátásra!